I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Now it goes like this, the fourth, the fifth, the minor pause, the major lift, the baffled king composing hallelujah. A tavasz ünnepet az ünnepi testületi ülés zárta, ahol hagyományosan átadták a városi kitüntetéseket a művelődési házban. Ma hagyományainkhoz híven azokat köszöntjük, akik az átlagosnál többet tettek a város jövőjéért, fejlődéséért. Ez alkalomból nagy tisztelettel köszöntöm az ezévi kitüntetetteket. Külön köszöntöm azokat, akik az elmúlt esztendőkben érdemelték ki a város elismerését, és ma eljöttek, hogy ünnepeljenek azokkal, akiket ma tüntetünk ki. Az elmúlt egy-két esztendőben az volt a jellemző az országra, és így a városra is, hogy kicsit abban élünk, hogy mit lehet felújítani, mit lehet építeni, mi az, ami tárgyasulva megjelenik a mai valóságunkban. Ami természetesen nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy rendezettek legyenek utcáink, nagyon fontos, hogy jó középületeink legyenek, méltó körülmények között folyhasson a gyógyító munka, az oktatás, és mindaz, ami a fontos a jövő számára. Hogy új munkahelyek létesüljenek, hogy olyan gyárakba dolgozhassanak az emberek, ahova örömmel járnak. De mindez csak az egyik oldala a városnak. Fontos, de nem a legfontosabb. Sokkal fontosabb, hogy a városnak van lelke, van szíve, vannak érzelmei. És ezek azért vannak, mert vannak olyan emberek, akik ezt tartalommal meg tudják tölteni. Mert a saját munkájukban példát mutatnak. Mert a saját munkájukat úgy végzik, hogy az mindannyiunk számára fontos. Tanítanak, nevelnek, gyógyítanak, segítik az elesetteket, segítenek abban, hogy ügyes-bajos dolgainkat végezzük, szolgáltatásokat látnak el. Olyan mindennapi tevékenységet végeznek, amit igazán akkor éreznénk meg, ha ők nem lennének. De szerencsére vannak. Itt vannak közöttünk, segítik a mindennapjainkat, példát mutatnak, dolgoznak. Teszik egyszerűen dolgokat. De valószínű a közösség, és a közösségnek sok tagja úgy ítélte meg, hogy ők egy kicsit többet tettek le az asztalra. És ezért a kicsivel többért elismerés jár. Olyan elismerés, amit Marcali Város önkormányzata adhat meg, és ezt az elismerést minden évben meg is teszi a város. Megteszi azért, hogy példát állítson. Megteszi azért, hogy ez a lélek, ez valóban működjön. Hogy ez kisugározzon, hogy hasson mindannyiunkra. Azért van, hogy segítse, szebbé tegye mindennapjainkat. Azért van, hogy ez a város fejlődjön. Nem csak épületeiben, hanem belső tartalmában, emberi mi voltában. Én valamennyi kitüntetetnek ezt köszönöm meg, ezt a példát, ezt, amit hozzátesznek a város mindennapjaihoz, azért, hogy életünk szebb, jobb és élhetőbb legyen. Marcali Városért kitüntetésben részesült Nagyné Gelencsér Éva, a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal műszaki és városüzemeltetési irodájának egykori vezetője. Dr. Czeiner Márta, házi orvos. Hartal Katalin, a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ igazgatója.
Marcali Város Alkotói Díja című kitüntetésben részesült Patkó Imre, a Marcali Noszlopi Gáspár általános iskola tanára és igazgatóhelyettese. Kulcsár János a Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma szakközépiskolájának gyakorlati oktatásvezetője. Az év vállalkozása kitüntetést Nemes Endre egyéni vállalkozó kapta meg. A kulturális korzóban fogadás várta a meghívottakat.